Max Rádió. Politikamentesen, csak pozitív hírekkel. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója. Természetes forrásból készült termékek. Európa 7 országában, Magyarországon több mint 2000 üzletben és online. Vitaking.hu. Ez a Max Rádió politikamentesen csak pozitív hírekkel, és ahogy lenni szokott, a Vitaking Kft. Részéről most Nagy Zsolttal fogok beszélgetni. Szia Zsolti! Szervusz, Max, üdvözlöm a hallgatókat! Köszönöm szépen, hogy ma is itt vagy. Nézzük a hallgatói üzeneteket. Már előre szólok, kedves hallgatók, hogy ma főleg az ásványi anyagokról lesz szó, hiszen ezzel kapcsolatban azért jó néhány üzenetünk érkezett. Kezdem is az elsővel. Bébi írja nekünk. Sziasztok! Ezek szerint az ásványi anyag bevitelem jó, köszi a választ, ugye? BB már többször írt nekünk, és legutóbb az ásványanyagokkal kapcsolatban volt egy kis diskurzus így köztünk. Folytatom az üzenetet, a szakirodalom ezt írja, ásványanyagok, mint például a kalcium, a magnézium, a vas, a jód és a cink, döntő fontosságúak a csontok és fogak egészségének megőrzésében, a vérképzésben, a szív és az idegrendszer működésében, a vízháztartás szabályozásában és a sejtek energiaellátásában. A kiegyensúlyozott táplálkozás hozzájárul ahhoz, hogy elegendő ásványi anyagot vigyünk be a szervezetünkben. A végével mindenki egyetért, de az elejével is, kedves BB, mindjárt kiderül. De az elejével abszolút, a második része ugye ez egy örök vita téma lesz szerintem inkább. Igen. Tehát, hogy mit jelent az, hogy kiegyensúlyozott táplálkozás? Tehát ha ezt nekem valaki leírja pontosan, hogy ő szerintem mit jelent, akkor azt nagyon szépen megköszönöm. Igazándiból ugye, ami... hát úgymond az én részemről elfogadott, hogy minden egyes étkezéshez kellene legalább 30 deka körüli zöldséget fogyasztani, nyerset, az azért már elég jó. Gyakorlatilag ezt szerintem senki nem valósítja meg, vagy én nem nagyon találkozok olyannal. Ma reggel is ettem zöldséget, de szerintem még az enyém is csak ilyen 15-20 deka lehetett körülbelül, ami a reggelihez ment, vagy az ebéd az majdnem mindig salátával van valamilyen húsféleség, ami megint szerintem inkább csak ilyen 15-20 dekát tesz ki kb. Uh-huh. Volt olyan az életemben, amikor tényleg nagyon figyeltem rá, hogy ilyen nagyon nagy mennyiségbe fogyasszak zöldségféléket. Eléggé fura egyébként annyit enni belőle, de megvalósítható, csak kell hozzá idő. Tehát főleg, hogyha mondjuk gyökérzöldségek ilyenek vannak benne nyersen, ugye arra kell idő, hogy megrágrendessen, tényleg beleragd azt az időt, hogy az úgy össze legyen aprítva, aztán az utána jól is tudjon hasznosulni a szervezetedbe. Sokkal jobban rohanunk szerintem ennél, hogy ezeket... Tehát egy átlag ember megvalósítsa a mindennapjaiban, nem mondom, tehát vannak ismerőseim, akik tényleg ezt végigviszik, de tényleg nem egyszerű. Uh-huh. Úgyhogy ha most nagyon a kiegyensúlyozottságot néznénk, akkor ez egy elég komoly odafigyelést igényel, de meg lehet csinálni. Szerintem nagyon ritka. Tehát hogyha mondjuk egy dietetikust is megkérdezel róla, a kiegyensúlyozott az a táplálék piramisuk alapján összerakott dologra számítanak, ahol legalul egyébként mind a mai napig a gabonafélék vannak, holott szerintem nem, már láttam egy-kettő olyat, ahol nem, de szerintem a zöldségeknek kéne ott lenniük egyébként, inkább, mint a gabonaféléknek. Én mondjuk annyira nem is vagyok odáig a gabonafélékért. Lásd glutén. Tehát ez mondjuk mindenkinek a sajátja, eldöntheti. Számtalan adatot tudok hozni vele kapcsolatosan, hogy miért nem jó a glutén az emberi szervezet számára, de az elfogadott dogmák szerint az. Ennyi. Márpedig, ha nem eszik az ember elegendő zöldet, akkor káliumból például majdnem biztos, hogy hiánya lesz. Ez tapasztalat, hogy a legtöbb embernek hiánya van. Ebből adódóan nem tudja megvalósítani azt, hogy megfelelő mennyiségű ásványanyag nyomelem kerüljön a szervezetébe. Igen. Egyébként Zsolti, hogyha engem megkérdezne valaki, hogy mi a kiegyensúlyozott táplálkozás, akkor laikusként és érző emberként én azt mondanám, hogy ami az én
testi egészségemnek és lelki egészségemnek megfelelő, amitől jól érzem magam a bőrömben, amitől egészséges vagyok. Én így fogalmaznám meg ezt laikusként, még egyszer mondom, mert hogy nekem az a fontos, hogy az én életem jó legyen, és természetesen amennyire csak tudom, egészségesen tápláljam a szervezetemet. Tehát nekem ezt jelenti. Igen. Ugye az a kérdés, hogy tényleg jól működik-e tőle a testen? Uh-huh. Igen. Rész. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés ebben. Uh-huh. És ugye az, hogy mondjuk jól érzem magamat egy hamburgerrel, amikor elfogyasztottam, én most hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Tehát most az elmúlt napokban is ettem olyan hamburgert, hogy azt mondtam, hogy hú, fantasztikus. Ettől még nem tartozik a kiegyensúlyozott táplálékok közé, még véletlenül se. Uh-huh. Akkor ott nagyon jól éreztem magamat vele, el is működik vele az ember több órán keresztül, tehát energia szempontjából abszolút megfelelő. Nem ellát, de ettől még összességében nem lesz tökéletes táplálék az egészségem szempontjából. Uh-huh. Az, hogy mondjuk kiegyensúlyozott, azért mondom, a táplálék piramist, hogyha megnézzük, 60% körülbelül gabonafélék vannak az alján, kenyér, gabona, stb. Utána jönnek ugye a zöldségek, körülbelül húsfélék, a legtetején vannak csak valahol a gyümölcsök, meg a különböző ilyen édességek, uh-huh. amire ugye alapvetően szerintem egyébként semmi szüksége az emberi szervezetnek, mármint a kimondottan a sütire, meg az ilyenekre, uh-huh. de jót tesz, amikor mondjuk finom, és akkor így az ember jól érzi magát tőle, tehát hogyha ezt tényleg alacsony szinten tartod, akkor nem lesz vele különösebben nagy problémád. De az egészséget szempontjából mondhatjuk azt, hogy valószínűleg egy ősember soha nem evett egyébként tejszínes csokoládés, cukros teményt, dobostortát mondjuk, vagy ilyesmit. De viszont evett egy csomó olyan gyümölcsöt, aminek a cukortartalma a mainak az egy ötöde volt körülbelül csak, mert nem voltak úgy kinemesítve a gyümölcsök, hogy olyan iszonyatosan magas cukortartalmuk legyen, mint amilyen most egy almának, tehát egy vadalma, harap bele egy vadalmában, meg kóstolj meg egy rendes almát, és azt fogod aztán egy savanyú, és abszolút alacsonyabb a cukortartalma, mint a mostanában. Na menjünk tovább, még mindig ásványi anyagok. Anna üzenetével folytatjuk. Magnézium, szelén, cink, vas, króm, kálium és kalcium, ha jól tudom, ez a hét legfontosabb. De erről sok a vita, hogy melyik a fontosabb. Szerintem, ha mindegyik megvan, az a jó, de hogy ez miként mérhető, az más kérdés. Inkább a tüneteket figyelném. Kedves Anna, valóban érdemes figyelni a saját testünket, ez nagyon hasznos tud lenni, de erről szerintem Zsolti tud inkább mesélni. Nagyon nehéz mérni, ez tény és való, nagyon kevés olyan van, ami igazán jól mérhető vérből. Ugye nagyon nagy része ezeknek az ásványi anyagoknak sejteken belül található, és nagyon kicsi része az, ami mondjuk a vérbe, vérplazmában megtalálható. Így szinte esélytelen annak a mérése, hogy optimális állapotban van-e a szervezetünkben vagy sem. A tünetek azok tényleg sokkal inkább mérvadóak tudnak lenni. Ugye a magnézium szerintem az egyik ha most nagyon fontossági sorrendet kellene tartanunk benne, akkor azt mondanám, hogy az egyik legfontosabb, hiszen több száz folyamathoz nélkülözhetetlen a magnézium az emberi testen belül. A vas egy érdekes kérdés egyébként. Nagyon sokszor előjön, hogy az emberek vashiányosak, de nagyon sokszor nem a bevitt vas mennyiségével van a probléma, hanem nem tudjuk megkötni a vasat, nem tudjuk jól hasznosítani a vasat. Eleve már a bélből való felszívódása egy nehézkes dolog, ott kell lenni egy fehérjének, ami nélkül ez nem fog működni. Szóval, hogy önálla inkább tényleg ez a problémás. Én azt tapasztalom, hogy idősebbeknél sokszor egyébként még problémás is lehet a vas, uh-huh. mert például rákos eseteknél problémát tud okozni a túlzott vasbevitel, vagy rákos elváltozásokhoz segíthet hozzá. Valójában meg tényleg az a fáradékonyság, meg az ilyenek ugye a tünetként ugye nagyon hamar előjönnek. Spirulina például egy jó dolog, lehet olyan szempontból, hogy segíti a vas megkötődését a szervezeten belül,
nem azért, mert ő benne olyan túl sok vas lenne, hanem egyszerűen abba segít, hogy megkössük. Uh-huh. És ugye egy, ha már ásványanyag nyomelem, például a spirulina egy nagyon érdekes egysejtű, hogy algaféle, hogy iszonyatos mennyiségű széles spektrumú ásványanyaggal, nyomelemmel tart, bír. Úgyhogy ez egy nagyon jó kiegészítés lehet. Oké. Okay. Hát két üzenetünk maradt már, a mindkettő a maga nemében nagyon-nagyon különleges. Kezdem az elsőt. Tisztelt szerkesztőség! Az ásványi anyagokat két csoportra oszthatjuk. Vannak a makroelemek és a mikroelemek. Azokat az elemeket, amelyek a szervezetünkben a testtömegének 5%-ánál nagyobb mennyiségben fordulnak elő makroelemeknek, amelyeknél ennél kisebb mennyiségben vannak jelen, mikroelemeknek nevezzük. Mivel az ásványi anyagok együttműködnek a vitaminokkal, így ha már egy is hiányzik, szervezetünk nem tud a legjobb formájában működni. Hiába a vitamin, ha ezekre nem figyelünk, nem érünk célba. Tisztelettel egy praktizáló orvos Veszprémből. Hát ilyet sem kaptunk még, Zsolti. Nagyon szépen, szívesen megismerkednék az illetővel egyébként. Én is. Főleg a Veszprémi, mert jó hozzáállás, abszolút. Igen, hát van egy könyv, talán már említettem, Veszedelmes vitamin hiány. Már azt hiszem csak így antikváriumban érhető el, de egy időben nálunk is megtalálható volt a könyvek között. Egy nagyon szép ábrát rajzolt hozzá a szerző egyébként a könyvbe, ahol ilyen kis gyöngysort fűzött belőle, és akkor ott voltak a különböző vitaminok, ásványi anyagok így összefűzve, és ugye az agykirály katonát jellegű valami játékot, mert német szerző, ha jól emlékszem, az író, hogy egy olyasmihez hasonlította, hogy mindig ott lesz a legnagyobb probléma, amiből ugye nincsen valami, mert hogy ez egy lánc, ami összefügg, és azon múlik, hogy a szervezeted jól fog-e működni, hogy mindegyik láncszem megtalálható-e, és hogyha valamelyik hiányzik, akkor elszakad a lánc, és akkor ez az összefüggő folyamat, ez megszakad, ami az egészséges működéshez szükséges. Remélem elég szemléletes volt. De volt egy másik, aki egyébként az ásványi anyagok fontosságát úgymond bevezette a világba, egy másik, egy kémikus, aki meg úgy jellemezte, hogy ilyen donga, mint hogyha a hordó dongái lennének, és nem lennének egyforma hosszúak ugye az oldalfal elemek, és ahol alacsonyabb ezek a dongák voltak, a cink, a magnézium, a réz, a kálium, a vitaminok, stb. És hát próbálod telitölteni ugye a hordódat, de amelyik túl alacsony szinten van, ott egyszerűen kifolyik, és akkor ugye már nem lesz soha egy teli vagy jól működő szervezet. Ő egyébként növényeken tesztelt ezt az egészet, ez volt az alapelmélete, hogy ha mondjuk a növényeket is jobban ellátod, akkor szép dús növényeket kapsz, hogyha kevésbé megcsofhatod. Érdekes. És akkor a mai utolsó üzenetünk teljesen más jellegű, ám de azt hiszem, hogy a mai műsornak a koronáját felteszi. Jolika írt nekünk ismételten. Drágáim, már Latinovics is megmondta, folyvást rohanunk, soha meg nem állunk. Még arra sincs időnk néha nap, hogy a tenyerünkbe rejtsük arcunk, összeszedjük magunkat egy-egy percre, és szembenézzünk a kérdéssel, mi végre tesszük. Napjaink vágtató tempója, felfokozott életritmusa, feszült nyugtalansággal tölt el bennünket. De nem a fizikai fáradtság az igazi baj, hanem a lelki rendezetlenség. Már-már a belső megsemmisülés érzése. És ennek hiába ismerjük a diagnózisát, a gyógymódot nem tudjuk receptre feliratni. Az orvoslással mi szolgálhatunk egymásnak. Az ember az ember patikája. Tiszteljétek egymást, és segítsetek, ahol és akinek tudtok. Szeretettel, Jolika. Nagyon szépen köszönjük. Ez nem sok mindent lehet hozzáfűzni, azt hiszem erről nagyon sokat beszéltünk már, hogy abszolút az az egyik legfontosabb, hogy jól érezd magad a bőrödbe, hogyha az ember állandóan arra fókuszál, hogy mit kell lennem, hogyan kell ellátni a testemet, és ez görcsösé válik, akkor az biztos, hogy nem lesz egészséges a szervezet számára sem.
még hogyha a legoptimálisabban rakta is össze a dolgait, nélkülünk, tehát saját magunk nélkül nem fog működni, meg azok nélkül, a társak nélkül, akikkel mondjuk próbálunk egy hajóba evezni. Iszonyatosan fontos, hogy kit választasz társnak, akikkel dolgozol együtt egy csapatba, hogy ott is jó legyen az összhang, és ezáltal ugye jól érezd magadat minden nap, és boldog tudjál lenni. Sokszor az ember olyan hülyeségekre fókuszál, aminek semmi haszna ilyen szempontból, pedig tök egyszerű módon is boldog lehet az ember, hogyha odafigyel arra sok szépre, ami körülötte van, és nem csak a rosszra koncentrál, mert minél inkább koncentrálunk a rosszra, annál inkább azt húzzuk be. Bizony. Koncentráljatok a jóra, kedves hallgatók, és tartsatok velünk legközelebb is. Az elmúlt percekben a Vitaklink Kft. Részéről Nagy Zsolttal beszélgettem. Zsolti, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és további szép napot mindenkinek. Neked is, szia-szia! Szia! Max Radio. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.